Sorozatunk következő részében a fővárosi állat- és növénykertet mutatjuk be egy olyan szemszögből, ahol még látogatók nem jártak, csak a dolgozók, úgyhogy tartsanak velünk és a Blikkel. Vagyunk a vadállatbefogadó központban, a hátam mögött lehet látni, hogy itt már mocorognak a kisállatok, nem sokára bemegyünk. Ide olyan állatkák kerülnek, védett vagy fokozottan védett állatok, amiket a lakosság talál erdőkben, mezőkön, esetleg sérült állapotban őket ide be lehet hozni az állatkertbe. Egy valami viszont fontos, az otthoni megunt állatainkat nem fogják itt befogadni. Jó napot kívánok! Szia! Találtam egy madarat. Mit tudunk róla? Busz megállóban volt a földön, és hát nem repült el. Rendben. Úgyhogy féltem, hogy rálépnek. Megnézzük. Nem, nincs baja. Hamarosan kiderül. Úgy tűnik, hogy egy rigó, méghozzá egy énekes rigó. Jaj, de aranyos. Kondíciója jónak bizonyul. Valószínűleg viszonylag nem oly rég történhetett vele a baleset. Nézzük a kis szárnyait. Úgy tűnik, hogy szárnyai megfelelőek. Busz megállott, mondtál, ugye? Igen. Valószínűleg neki repült az üvegnek, és akkor egy enyhébb agyrázkódás szenvedhetett. Úgyhogy most még pihentetni fogjuk, lesz neki egy kis boxnyugalom, és akkor minden jól megy, akkor 2-3 napon belül már el is tudjuk engedni gond nélkül. Itt vagyunk a cápasuliban, és egy egészen különleges kulisszák mögötti részt fognak látni. Az itt látható cápák kicsiként érkeznek, és itt nevelkednek föl, hogy majd később az újonnan elkészülő állatkerti részbe, a dómhoz bekerüljenek majd a nagy cápa medencébe. Mi cápákkal már több mint 100 éve foglalkozunk, mert 110 éve nyílt meg Magyarországon az első nyilvános akvárium, ahol tengeri állatok is voltak, ez a pálmázalti akvárium, de ez a cápasuli, ahol most vagyunk, ez 2018 végén készült el. És ugye ennek az a lényeg, hogy van egy új fejlesztés, ahol majd lesz egy 2,5 milliliteres óriás cápa medence, ilyen akril alagúttal, hát ahogy az a 21. században dukál, és ott ugye nagy cápák mutatnak igazán jól, de nagy cápákat megnevelni kell valahol, tehát fiatal állatként megérkeznek, bekerülnek ide a cápa, és itt nem csak, hogy megnőnek, hanem tanítjuk is őket, a gondozók rendszeresen tréningeznek velük. És ugye azokban az állatkertekben, ahol ilyesmivel egyáltalán foglalkoznak, ez a cápasuli dolog, ez a kulisszák mögött szokott lenni. Tehát az, hogy ide be lehet jönni, eleve olyasmit mutatunk meg, ami máshol a kulisszák mögött van. Azért is kicsit ilyen steampunk jellegű a díszletezése. De most mi olyan helyre megyünk be, ahova a látogatóink még nálunk sem mehetnek be, hanem majd ide a medence tér fölé, és akkor lehet látni, hogy például a kollégák hogy készülődnek a merülésre, mert könnyű búvár felszerelésben merülnek le az állatok közé, úgy etetik, úgy tréningezik őket. Varga Nikolett lesz az egyik, aki lemerül a cápákhoz, viszont meg kell, hogy kérdezzem, nem harapnak a cápák? Hát ha nem vigyáz a búvár, akkor előfordulhatnak balesetek, de alapvetően nem agresszívak. Mivel kézzel etetjük őket, ezért, hogyha a búvár hibázik, előfordulhat harapás, de semmi komoly. Ezek talajlakó cápák, nagyon pici fogaik vannak, úgyhogy az ember kezét nem fogják letépni. Téged ért már hasonló baleset? Ért persze, hát amikor elkezdtem itt dolgozni, akkor mindenki hibázik, én is újonc voltam, de az ember tanul belőle, és aztán nem hibázik többet. Most hoztad itt az ételeket, amivel megetetitek a cápákat, de mit esznek a cápák? Legfőképpen puha testűeket, illetve tengeri apróbb halakat fogyasztanak. Most a víz alatt a dajkacápáknak a legtöbb az garnéra lesz, amit adnak a kolléganők, illetve én a gitárhalakat etetem meg makrélával, stintével és heringgel. A dajkacápáink, akiket most a víz alatt fogunk megetetni, ők egy héten 5-ször esznek, tehát 5-ször van etetés, 2-szer van egy héten koplalónap, és hetente a testsúlyuknak az 5%-át kell megkapniuk, tehát így naponta 1%-át esztik a testsúlyuknak takarmány formájában. Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit. Jelen pillanatban 18 hektáron működik, amiből 13 hektár látogatható.
Három állatgondozó kollega párhuzamosan három elefánttal dolgozik, az Assama nagy hím elefántunk a szomszédban van. A legkisebb Samu, aki tehát 11 hónapos, az anyukája Angel, és a Samunak a nagy tesója Áron is itt van, úgyhogy úgy kell velük dolgozni a kollégáknak, hogy mindegyik állatot párhuzamosan is lefoglalják. És tulajdonképpen ez a tréning, ez nem valamilyen látványelemekből álló idomítás, hanem ennek három haszna van. Az egyik, hogy az állatokkal való foglalkozást megkönnyít, hiszen meg tudjuk kérni, hogy adja ki a fülét vérvételhez, hogy adja ki a lábát lábápoláshoz, vagy a fogait megmutassa, hogy le tudjuk ellenőrizni, hogy ott minden rendben van. A másik, hogy az állatoknak ez egy jó elfoglaltság, tehát ők maguk ezt várják is, hogy mikor jön már a gondozó, és mikor foglalkozik vele. És hát a harmadik, hogy a közönségnek is ez egy érdekes program, úgyhogy lehet látni itt a közönség a túloldalon, mert most az ellenkező oldalon vagyunk, ahol az állatgondozók tevékenykednek, szóval a közönség számára is ez egy fontos látvány. Milyen étellel tréningezitek az elefántokat, illetve milyen ételeket kapnak az elefántok? Alapvetően az elefántok a tréning során almát és banánt fogyasztanak, ez kellően nagy ösztönzés számukra. Azon felül pedig kívánom, a háttérben is látható szénát fogyasztanak, és egy kis kiegészítésképpen vegyes zöldséget. Ez cékla, zeller, répák, tökök, stb. Körülbelül mennyi az súlyra, kilóra, mázsára, amennyit egy elefánt megeszik? Hát alapvetően bálából egy olyan három kis kocka bálát fogyasztanak, egy bál az ilyen 25 kilót tartalmaz, illetve hát a zöldség az tényleg az eléggé vegyes, de egy ilyen nagyobb vödörrel az a napi szintű fogyasztásuk.